A mai videóban, srácok, Hagivág iránk szabadította a Prime vírust. Folyamatosan a Minecraft világunk elkezd fertőződni, és mindent átvesz a Prime. A Prime blokkokon különböző Prime szörnyek idéződnek. Viszont nekünk is van segítségük, ugyanis képesek leszünk Prime-okat készíteni, amiket, hogyha megiszünk, különleges képességekkel fogunk rendelkezni. Vajon képesek leszünk elkapni Hagivágit és megölni? És vajon milyen csapdát fogunk neki állítani? A mai videóban kiderül, ugyis ez a 100 nap a Hagivági Prime vírus. Vágjunk is bele. Vásároltuk vagy öltünk Dr. Gonosz mintás termékeket, póló, pulcsi, mörintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyen a legmenőbb. Na szia Zoli, szia, hello, bello. Szervusz. Te félsz Hagivágitól, barátom? Nem, okay. Hát ő csak egy nagy mosómedve. Ja igen, tényleg ő is egy mosómedve, azt mondod, hogy ilyen mosómedvék családjába tartozik? Megnéznél egy olyan mosómedvét, aki ilyen kék színű, mert akkor valószínűleg lesz rá lehetőséged a mai videóban. Hát szerintem létezik olyan. Hát fogalmas is, minden esetre vágjuk egy kis fát, srácok. Mindjárt megmutatom a két új Prime-ot, ami a tegnapi videóhoz képest. Menj már innen! Mi? Mit ütöget? Belemászol az arcomba. Malac! Hány éves vagy? 12 malac? Hány? Ja, meg is öltük, easy. Amúgy az jó is, akkor meg is van az alap ilyen kezdő cucc. És este eddig is, ugye gyorsabban telnek most a napszakok. Szóval gyorsan vágjunk fát, aztán nézzünk körül igaz. Te egy falu vegyek, akkor várjál, csak egy pár fát azért kiütcsizek már innen. Wow, volt benne egy gyémánt, meg egy csomó obszidián. Tényleg? A faluban várjál? Két vassárkány, aha. Kettő vassárkány is volt benne, basszus. Azt mondjuk egész jó. Úgy, ez egy olyan falu, olyan, mivel izé végre van, hogy hívják, loot. Azt mondod? Én odaadom a csákányt. Oké, köszönjük, van vagy 100 kenyér. Ó, köszönöm. És tényleg vassárkányt adtál. Jó, hozzunk el egy-egy ágyat, aztán nézzük körül. És nagyon-nagyon figyeljünk. Itt meg egy vaskard. Mi? Mi az is? Tehát ez a legjobb falu a világon. Jó van, én is akkor most elkezdek lootolni. Akkor egy vassárkány, szép Zoli, szép. Esetleg itt valami, nem itt nincs semmi. Ágyat majd ne felejts hozni. Figyeljünk az, hogy honnan terjed majd a Prime vírus. Az fontos megtudni. Mindenesetre jó sok fát találok mindenhol, szóval jók vagyunk. Amúgy meg tudnánk csinálni az izét. Mit? A gyémántos, hogy hívják ott Prime-ot. Amúgy jó, majd megcsináljuk, viszont itt egy, itt van hát... Van aranyom Zoli, is. Zoli, itt van mind a három fajta arany, vas és gyémánt, mi az lópáncél és egy nyereg is. Oké, okay, a nyereg az később lehet, hogy jó lesz, illetve nem tudom, hogy még ezek kellene nekem majd valahova. Mi ez a zaj amúgy, döbög valami folyamatosan. Jó, az a gyémánt Prime-ot akkor meg is tudjuk csinálni, azt mondod? Ez hát, rossz. Csak kell meg. Jó, rendben, rendben, akkor én mégis körülnézek, akkor szedsz addig létsz üveget. Mi ez a hang? Te is hallod? Hát ilyen, hogy ilyen puf, fura egy kicsit, itt van csúta. Akkor nem ugyanazt halljuk. Nem tudom, minden esetre izé, crafting table is van. Tudjátok, hogy is mutatom, hogy milyen prime-ok vannak, srácok. Itt van ugye már a régi prime-ok, almás, vas, obszidián, ezeket az régebbi videóban láthattátok. Viszont bekerült a repülő prime, amihez prime blokk fog kelleni, illetve a lovas prime, amihez prime darabok fognak kelleni. Érdekes, majd kiderül, hogy ezeket hogyan tudjuk szerezni. Minden esetre akkor Zoli, nézzünk itt körül, azt vágjunk bele akkor a lecsóba, mondjuk kaját, azt nem találtam ebbe a faluba, de aztán megölöm a vasgólemet. Nos, ez... De mi dobog? Zoli, te nem hallod? Dobog valami! Nem hallom. Mi a picsa ez akkor? Várjál. Körülnézek. Nem látok semmit, lehet, hogy tévedtem. Jó, oké, öljük meg a vasgólemet, aztán let's get down the business, meg fákját amúgy viszek. Mi? De ez egyre közelebb hallom, én félek, Zoli, legit. Itt valamit hallok. Ne legyél már egy kis gyertőt. Jó, igazad van, hogy ez nagy igazság, megölt a vasgólem. Ó, várjál, itt amúgy, itt elrejtették, itt van a szalma. Jó, oké, megtaláltam nagy nehezen. Minden esetre, akkor én itt felépítkezek, aztán mehet a menet. Na, jó, ne! Jó, oké, nem ér el idáig, nagyon jó. Így, akkor segelem a vasgólemet, srácok, aztán még több vasunk lesz. És még találnánk esetleg akkor ugye Zoli szedüveget, vagy nem szedtél? Már égetem. Ja, már égetett ki, jó, akkor meg tudjuk csinálni akár a húsos prime-ot, vagyis az almás prime-ot, illetve utána akkor Zoli, hogy mondta, gyémánt prime-ot meg tudjuk csinálni. Honnan van? Három gyémántot is találtál? Kettőt. Ja igen, mert vas és arany kell még akkor, majd barátom, arany kell. Hát de aranyom van, meg vasam is. Micsoda? Ilyen szerencsés van? De hármat van. Jó, akkor gimmi. És nem, akkor... most én csinálom. Jó, hogy... oké, csinálok, akkor te adok vasat neked, tessék. És akkor srácok, most megmutatom, hogy azért lássátok, hogy Zoli ugyebár ezt a prime-ot fogja megcsinálni, a gyémánt prime-ot, aztán ja. Na itt vannak nekem is, akkor Zoli adott egy gyémántot meg egy aranyat, és akkor így srácok, nézzétek meg, mutatom akkor megint, itt
van a Battle Glass, vagy mi az Isten ennek a neve, és itt is van a Gyémánt Prime. Ez egész jó lesz, és akár még így bányásznunk se kell majd elmenni, ugye, és az a behörpintem mindjárt, amint éjes leszek. Várjál, Zoli, mindjárt menjünk. Igen, én is égek egy kicsit. Ez az égek, égek. Nagyon jó, gyerünk. Te is így behetett tábor tűzre, jól van. És el is kezdtem a személyezést. Nézzétek meg, guys, egyből. Itt is van egy gyémán. Nagyon jó, nagyon nagy. Itt van még egy gyémán. Még egy. Nagyon dobálja, barátom. Nagyon. Ott van még egy vas is. Látjátok, srácok? Emerald. Itt is, igen, itt is van emerald. Nagyon jó, nagyon jó. Itt még több gyémánt. Jól van, srácok, ugyebár ezt egy effektet kapunk ilyenkor, az iratkozz fel XP-re effektet. Ez a legjobb effekt, és akkor körülöttünk különböző ércek generálódnak. Zoli, ilyet még videóban nem mondtam, de talán ez lesz az első videó, ahol kiadhatjuk szerintem a bányászást, mit gondolsz? Mert mi a picsáért mennénk le amúgy a bányába. Konkrétan most már végtelen mennyiségű ilyen iratkozz fel XP-re cuccot tudunk csinálni, szóval egész jók vagyunk. Rásít rengeteg vas is van, szóval szép munka, szép munka. Jól van, vigyázzogatod egy izé. Nagyon jó. Joink. Jó, jó, nyugi, ne! Ne, ne! De én már másodjára hallok ebben a videóban! Jaj, Istenem, komolyan... Hoppá, bocsi, bocsi! Nem, ez az én gyémántom! Jó, jó, bocsánat, bocsánat, nem akartam! Csináljál magadnak jó, saját csinál, gyémántom! Oké, okay, oké, okay. Megvan a izé, emerált! Á, jó, ez az jó, abbajtom, eskü! Jól van, én viszont még kicsit éhes vagyok, srácok, szóval szükségük lenne még tehén, illetve... bárány húsra, ott is van a bárány. Ugye, és akkor meg tudjuk csinálni majd az almás prime-ot. Itt jó sok állatfajta van. Meg kéne halnia ennek, itt is van a bárány, most már csak egy tehenet kéne találnunk. Skeleton, oké, az nem kell. Jó, akkor én elindulok, keresek pár, valahol pár darab tehenet. Itt nincs még semmi, csak pókok. Elég kevés tehén jár ebbe az univerzumba amúgy, srácok, na mindegy. Tényleg sehol nem látok tehenet, furi. Ha, az ott mi? Ez itt mi a picsa? What? Ez mi? Zoli! Zoli, szerintem megtaláltam, honnan terjed a vírus. Itt kezdett el terjedni. Itt már megy fel a fákon, meg ilyenek, de ez növekszik folyamatosan, vagy hogy van? Várja, most nézem. Még egy elég kis területen van, ahogy látom, viszont nem tudom, hogy itt tüzelni fog-e. Itt van, amúgy a falu, aha! Most lőtt egyet, vagy nem? Most itt fogok várni, kérdezik, hogy milyen gyorsággal terjed. De itt láttam, hogy itt egy nagyobb területet viszonylag elfoglalt, fura. Itt mondjuk 3 blokk magasan van a fán, érdekes. Kérdezik, hogy ez tényleg terjed-e. Aha! Aha, tényleg, igen, most terjed egyet. Jó, oké, akkor azzal, hogy haladnunk kell. Megnézem, milyen messze van a falutól. Amúgy, hát nem túl közel, nem túl távol. Mindenesetre gyorsan egy tehenet keresek, aztán most a teljegységből kövi prime-ot, és kezdjük utána egy házépítkezés, mert soha büdös életre nem fogunk amúgy akkor megmenekülni. Na itt is van egy tehén, adjál húst, itt is van a hús, meg is a következő prime-ot, srácok. A következő prime nagyon-nagyon jó, ugyanis konkrétan végtelen kaja mennyiséget tudunk vele farmolni. Mindjárt oda visszik az alap base-re, és szerintem csinálok gyönyörűen ott egy almás prime-ot. Itt is vagyok. Mi? Ezek nem is kellenek itt a vas cuccok? Ilyen laza gyere. Ja, mert van gyémántod azért. Ja, én is tudok csinálni. Jó, akkor ott vagyunk, hogy kell mindenféleképpen nekem egy gyémánt csákány, illetve egy gyémánt kard. Illetve még van 2 palackom, az egyik nyilván a legendás és utánozhatatlan almás prime lesz, itt is az almás prime. A másik pedig pont 3 smaragd, aztán mehet nyugodtan a smaragd prime, ugye az enchantolni fog. Még egyszer, aki nem emlékszik, almás prime, figyeljétek! Éme, frikaja, srácok, nagyon-nagyon jó. Illetve a másik, a még jobb szerintem, ez a remek smaragd prime, ez mindent enchantol, és a leges legjobb a knockback, ugyanis a knockback ezt csinálja, hogy paf. Így mindent ellök a picsába konkrétan egyből. Akkor kellett volna meginni, amikor már megvan a full diaszed. Á, mindegy, majd úgy is tudunk csinálni. Ba, én ellökök minden falusit. Illetve... ez az! Ez az! A gyémánt csákányra megkaptam az efficiency-t! Kreatívban vagyok! Kreatívban vagyok, srácok! Nagyon jó! Oké, ez egész jó kezdés, srácok. Nem tudom, még egy silk touch-om is van. A silk touch azon valami, ez több biztos jó lesz valamire. Viszont egyelőre, Zoli, szerintem kezdjünk el egy házat építeni. És utána pedig bele is vághatunk szerintem a kalandba majd lassan. Itt égnek az üvegek. Szóval, ja. Mi hiányzik, amúgy aranyat égetnünk kéne, nem? Égetek ki aranyat amúgy.
meg vasam az már van, és akkor amúgy csinálták még több izét, ilyen... Lootingos lett a kardom. Lootingos lett a kardod? Megnézem, hogy nekem van-e lootingos cuccom. Na, akkor menjünk meg egyszer, igen. Közben én akkor még egyszer elkészítem szerintem a legendás Prime-ot, ami ugyebár, amiben többet is tudok csinálni. Jó, csináltam három ilyen Prime-ot, szerintem ennyi elég lesz, hogy a videó végéig kb. Ennyi ért, szóval most ezt el is kezdem csinálni. Efficiency, menj már a picsába innen! Na, menj innen, hagyj is senki. Ja, akkor az ne, akkor az a neszed. Énkem meg, én még konkrétan az efficiency 100, mint a kreatívban lennék, szóval elég menő, így egy ütéssel ütök ki mindent. Jól van, itt is van smaragd, minden, ami kell. Menj már innen! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Jó, hagyd már abba, tökre teszed a szép falut. Ja, Istenem. Na, el is múlt a hatás. Tessék, adok neked egyet amúgy, barátom. Ott van a izéd. A Prime, hogyha kell. És akkor te is tudsz szerezni érceket. Ledobtam a izéd. Na, felvetted. Nem, ott van a izébe. Megvan. Bib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 
hallottam. Jó van, srácok, csináljuk itt a Prime-okat nagyon nehezen. Még szerencsére Hagi-Vagi nem jött el, szóval az a jók vagyunk. Viszont már abban elég brókenszettekkel indulunk a kalandnak. Jó, szerintem elég gyémántot sikerült kikaparnom az, hogy egy gyémántcenttel indítassuk a kalandunkat, Zoli. Mit szólsz ehhez a hírhez? Szerintem ez egy egész jó hír. Nagyon jó hír. Szerintem is, ez egy fantasztikus hír, így igaz. És így most már szerintem alkalmas vagyok arra, hogy akár kettő darab ilyen enchantos izét csinálják, smaragd prime-ot, szóval azt össze is dobom, így nézzük, ezeket gyorsan meg is iszom, és alapból a szettjeim olyan erősek le... Ó, csak mondjuk erre is akadnák dolgokat. Meg berakom akkor ide a blokkokat, úgy látom, te is ide gyűjtöd a blokkokat. Így igaz, hogy akkor most enchantoljam ezeket a dolgokat, és látjátok, srácok, fire protection, egy csomó mindent kaptam. Erre viszont a kardra a lehető legrosszabb dolgokat kaptam amúgy. Azt a rossz, Zoli, gyere ide. Ide, itt vagyok, nézd. Pillanat. Azt nézek, te már onnan látod, nem? Ott már nagyon jön a haver, azt nézd meg. Ott oda néz a két fa közé, látod a vírust? A terjed. Melyik két fa között? A tesó az egyetlen, oda nézed, ott látod, ott fel. Látom. Na, szóval el kell kezdeni gyorsan építkezni szerintem. De jó, hogy kiszedted izével, jók, ezeket kiütöm amúgy. Ember. Kivettetek róla, hogy nekem izém van. Jaj, ne, most az én csakágyomod is az van. Ne! Csináltam ezért egy simacsánk. Jó, akkor szétszeded őket, Léci. Én viszont akkor, hogyha már amúgy... akkor viszont elmegyek akkor követ szerezni, jó, Zoli? Itt megnézd itt a falu tanács, itt épp összegyűlt. Jó, mindegy, elmegyek akkor szerintem követ szedni. Nézzük meg, srácok, hogy milyen gyorsan tudom kiütni a köveket. Kész, látok most. Az jó gyorság. Nos, valahol ide lemegyek, így. Szedek követ, az akkor kőből lesz a házunk, mit szól, Zoli? Sima kőből. Okay. Az egyszer leggyorsabban. Szerintem egész gyorsan meg lesz az elengedő kő, srácok. Most szerintem fákjácsa használok, mit szóltok? Így azért egészen gyorsan megveszek. Mikor telik meg az inventory? Mindjárt megtelik amúgy. Jó, mindjárt lent is vagyok, így, hello, megjöttem, jól van, megyek vissza, kész van szerintem, osztorolt srácok. Zoli, van egy jó ötletem amúgy, csináljunk egy olyat, hogy itt úgy tudom, itt fel lehet menni a labból, vagy nem lehet. Jó, mindjárt most lerakom egyelőre a dolgokat ide, és akarok egy elég érdekes házmegoldást, ami szerintem működőképes lehet akár. Csak egyre most lerakom ezeket ide. Szükségem van akkor mindenféleképpen pár darab létrára. Szóval most pár darab létrát össze is dobok. Ugyanis srácok, van egy egész jó ötletem, hogy milyen házat szeretnék csinálni. Ó, Zoli, te fájtolsz közben? Oké. A looting miatt, hát a... Jó, oké. Nyomasd. Én pedig akkor az a terv, srácok, hogy én ezt ide most felépítkezek. Így, ezt ki kéne ütnöm valahogy, azt a két blokkot. Most kiütöm, srácok, és van egy eszméletlen menő ötletem. Figyeljétek majd meg, hogy milyen jó ötletem van. Egy olyan ház ötletem van, ami tényleg nagyon-nagyon durva lett. De megint hallom ezt a dobogást, most ha körülnézek, hogy mi a picsa ez amúgy. Ja, most sziréna hangot hallok. Sziréna hangot? Mondsz, hogy még Sirenhead is benne van. Úristen, várjatok. Ott van! Látom a lábázoló! Ott van a túloldalon! Gondolom, ahogy terjed a vírus, egyre brutálisabb szörnyek jönnek! Ott van Sirenhead. Az igen.
Jó, még szerintem nem a mi szigetünkön van, szóval viszonylag jó messze van, de elég parán néz ki amúgy itt távolban is. Na mindegy, jó, oké, oké. Amíg távol van, addig örülök, jól van. Megnézem a vírus, hogy áll. Hol a vírus? Hol van? Aha, hát azért már közeledik Zoli, szóval siessünk. Még van egy pár prime, amit meg kell csinálnunk amúgy. Illetve majd, hogyha... Amúgy kaptál a looting miatt több vasat? Nem. Jó, mert amúgy, hogyha van elég vasad, elkezdhetnénk a falu szélén farmolni a vas prime-ot majd. Sőt, amúgy én csinálok is pár vas prime-ot, és akkor azzal meg lehetne oldani jó pár dolgot. Viszont egyelőre én építem a házat. Terv, srácok, azt terveztem itt okosba, hogy olyan házat szeretnék csinálni, hogy ez a ház itt csak jó kéne lássanám. Jaj, mi a picsi, egy teknős! Jó, megijedtem, az arcomba mászott. Az a terv, hogy ezt a fát most én kivágom, és akkor ezt a két házat összekötöm, azt a két emeletes házat, és a köztes részen fogok lenni, vagy élni szerintem. Ez egy remek ötlet, és egész kis kreatív kis fakuckó lehetne. Szóval most ebbe is bele is vágok. És akkor srácok, mutatom, hogy mi a terv. Ugye nyilván a lombok azok el fognak itt tűnni, de... én erre elkezdek el építkezni. Aj, de miért magam alatt ütöm ki, mindegy. És nézzétek meg, így nagyon ügyesen amúgy ezt meg lehet csinálni, hogy ha mondjuk innen jöhetne, így bizony, ez a köves rész, azt a fát is majd ki kell vágni, és így né, ezeket így összekötjük, de egyelőre kivágom azt a fát is, csak csinálok akkor majd boltát. És amúgy most van elég fánk, hogy szerintem, van elég fa, hogy csinálja a kizét szerintem, egy normális házat ad a föntre, csak a placot fogom kőből építeni. Szóval igen, ezek a lombok hamarosan eltűnnek, én pedig ide elkezdem ezt a placot építeni. Nagyon jól fog szerintem kinézni, és ilyen szép kis ilyen összekötős részen lesz amúgy. Majd szóval, hogyha megcsináltad a vasprime-ozzal, és akkor megmutatom megint azoknak a nézőknek, akik ezt esetleg nem látták a múltkori videót, hogy mit csinál a vasprime. Meg légy ne itt a ház környékén csináld majd. Itt van a ház. Hát ezt csinálom itt a házunkat, ez is mondjuk ide le lesz kötve. Ezek mondjuk ide el lesz kötve. Így, mint hogyha minden először lenne kötve amúgy a izé. Nagyon menőn néz ki. Amúgy szerintem el is hozzákötöm. Így né. Na te is vagyok. Ezt van, na, akkor gyere mutassuk meg a nézőknek, hogy mit csinál a Vas Prime. Mondjuk itt errefelé itt a, úgyis jön majd Siren Head át. Még mindig ott van? Most nem látom. Azt tudod, hogy le is tépte a izéket, amúgy a fákat. Itt vagyok el, itt eljöttem. Itt. Jó. Nézd, ott letéptem ugye a fákat, szóval ide nyugodtan mehet akkor a Vas Prime, Zoli. Jó étvágyat, igyad. És nézzek, akkor srácok, robban egyet, és egy csomó vasgólemet idéz, illetve vasblokkokat. Szóval elég hasznos dologról beszélünk. És így úgymond, mivel vasblokk kell ugyebár a Vas Prime-hoz, így folyamatosan fogja tudni csinálni a Vas Prime-okat, és így végtelen vasgólemünk lesz majd a falu körül. Közben elugrok már a vírus megnézni, hogy hogy áll, nehogy az legyen, hogy itt valami para van, és akkor nem veszük észre. Egy kard a kézbe. Kijön csak ez a vírus, azt, itt van, csak úgy terjed, vagy úgy valami jelentősége is van. Nézzük meg. Már nagyon jön. Jézusom, már ekkora területet, azt a rohadt. Már mekkora területet átvett ez a vírus? Oké, mindestről még be tudok ide jönni. Az mi? Itt van egy prime darab, itt találtam egy prime darabot, mi a fene? Az not bad. És ennyi minden van itt csak. Prime ez... darab, hát ez mire jó? Mert tudom én, majd mindjárt nézem a crafting table-be, bátom van valami, de egyelőre amúgy itt nem látok még semmi veszélyesebb dolgot. Ez még mondjuk egy fal kidőlt, az mondjuk érdekes. De ja, itt egyelőre nem tudom, hogy miből jöhetett a prime darab, mindestre érdekes. Jó, prime darab, ahogy mondtam, szerintem a izéhez kell, nyilván prime blokkot 9 prime töredékkel tudunk csinálni, prime blokkból tudunk csinálni repülő prime-ot, viszont 3 prime darabból tudunk csinálni lovas prime-ot. Nem tudom, mi a lovas prime, de ha lovagolni lehet, akkor már a saddle megvan hozzá, ami nem rossz. Erre ezt kíváncsian várom. Mindenesetre jöhet szerintem most a ház, ugye a Lobzoli meg csinálgatja az izéket. Jól hallom? Hát vasból nem lesz ilyen. Ha te szegény vagy, az nem az én hibám. Így, igaz. Na, és akkor most ezt szépen így meg is csináljuk. Megint hallottam egy robbanást. Ennyi vasgólemet fogunk tartani? Aha. Jó, rendben, rendben. Jön Poppy, mi az Isten, Hagi-Vagi. Azt majd csak nézd, hogy micsoda, egy vasuk van, ezek nem szegény gyerekek. És így mondjuk, hogy igen, mi nem vagyunk szegények. Igen, és úgy el fog menekülni. Jaj, majd mondja, nagyon, na jó, subidubidú. Ezt kimondta tényleg. Na és akkor, guys, látjátok, itt nagyban megy az építkezés. Itt ez még nem szimmetrikus, de mindjárt az lesz. Nézzétek, tök jó, egy ilyen kisebb ilyen
épületszerű dolgot akarok, és most az a terv, hogy amúgy ezen van Silk Touch, nem? Nézzetek meg, milyen vedő, hogyha Silk Touch-on srácok, minek nekem izé, minek nekem olló, hogyha ki tudom ütni csákányra is a faleveleket, így bizony veszedek pár falevelet, és ezzel lesz körbevéve szerintem majd a házikunk, csak mondjuk szimmetrikus. És oda hogy lehet felmenni? Van ott egy létre az egyik házak, majd most rakok szerintem a másikba is, pont nem ebbe a házba van, de ide is rakok akkor most már. Hol lássam felmenni, mondjuk itt. Micsoda? Zoli, ennek a háznak alapból van második szintje. Ja, itt igen, itt oldalt fel is lehet menni. Érted, nem is láttam. Mi a picsa? Nem durva. Mindegy, akkor itt lehet majd akkor kimenni, nyilván itt megcsinálom mindjárt. De ne, így, csak ennyi. Hogy így ki lehet akkor itt menni, és akkor itt is be lehet majd menni, oly mindegy. Meg a másik oldalt, ami van létre. És akkor itt a másik oldalra is megy egy hasonló méret. És van még üvegünk, Zoli, gondolom égették ki az épp árat. Van. Jó, rendben, akkor azt meg is keresem, hova raktad. Hát az nem sok, de talán elég lesz. Ezt is beépítem a házba. Itt közben mi történik? Itt miért gyűltesz az összes falusi? Takarodjatok haza? És akkor srácok, így most már, amúgy lehet ide rakok még több követ. Csak hogy jól nézzen ki, azt hiszem ide rakok több követ, hogy még jobban összetartsa a dolgokat. És akkor itt lesz a bejárat, ide már mehet is az üveg. Illetve ide is mehet az üveg, ide is mehet az üveg, ide is mehet az üveg. És Zoli, egy üvegünk maradt, ez pont jó. Meg szerintem akkor a tetőt is megcsinálom falevélből. Így, és akkor legalább így ilyen szép kis házikunk lesz. Nem túl nagy, de úgy néz ki, mint egy még soha semmi ebben a házakunktól laknék. De annyira jól néz ki. Kész is van. Ilyen kis boltívers cuccostak menő néz ki, és innen tudunk majd lövöldözni, meg ilyesmi. Ezeket viszont lezárom. Ismét lecsekkoljuk a vírus, hogy evolválódott már. Wow, itt hatalmas boltívek keletkeznek, meg mit tudom én mi. Evolválódott bármit amúgy? Itt van még egy Prime töredék, de onnan jönnek ezek a Prime töredékek, vagy Prime darabok, vagy mik ezek? És eskü érdekel, hogy mi a picsa lehet ez? Itt van még egy! What the hell? Ez mi? Zoli! Ah, itt egy Prime! Megöl egy Prime! Megöl az a poppos Prime! Menj már innen! Ó, nagyon sokat sebez! És béka hangja van! Menj innen, mi ennek a neve az a poppos Prime? Várjál, megölöm. Oké. Oké, okay, aha, és ezek dobják a Prime-ot, csak gondolom, hogyha meghalnak, akkor... Jaj, némelyik már meghalt. Oké, okay, Zoli, már van 3 darab Prime-om, kipróbáljuk a lovas Prime-ot, azt meg tudjuk csinálni. Nem, mondom, csak lejöttem obszidiánél. Oké, okay, oké. Okay. Jó van, hát akkor csinálj nyugodtan, én viszont akkor elkészítem, és akkor mire hazaérsz, ki tudjuk próbálni. Én viszont akkor megcsinálom szerintem ebből a cuccból a... Igen, itt is van. Os, milyen Prime ez? Lovas Prime, nagyon-nagyon menő. Tessék Zoli, itt a te lovas Prime-od, idd meg. Először kiállj csak, hogy mit fogsz hozzá szólni. Aha. Iszod? Nem tudom meginni. Várj, akkor segítek, hol vagy? Nesze. Kicsit menjünk föntebb, úgy idd meg, gyere. Mondjuk itt jó lesz, jó? Na pörögjön. Szóval mindig nem tudom. Akkor gyerünk már, lovozódjál már, le! Na most, na most. Igyad. Ezt kérlek szépen, mindjárt mutatom, rá is rakom, bemutatom magamat. És figyelj, milyen menő, ha ugrasz vele, robban. Meghaltam. Mindjárt megyek hozzá. Na, tetszik, Zoli? És így tudsz menni, aztán nyomhatod az ugrásokat, a robbanásokat, és így tudunk majd menekülni. Jági meg jelen. De hogy néz ki? Hogy nézek ki? Hello! Ő az új házi állatunk. És amit lehet... Milyen nem? Ó, van némtekünk, ott az, aki nevet amúgy. Beférek? Nem férek be, segítek. Nem. Segítek, akkor kinyitom neked. Óvatosan, jó, itt is vagyunk, megjött. De menj ki, itt van még egy. De ne, kimennek! Jó, mindegy, itt vannak ezek a remek barátaink, ők akkor itt fognak minket védelmezni, és bármikor el tudunk majd menekülni, hogyha probléma van. Jó, és akkor az utolsó, ami kimaradt Prime, szerintem, ugye nyilván az Obsidian Prime, az majd a kard miatt kell, illetve majd a... még a repülő Prime maradt ki, az a... ez mi? Azt hallottad? Mi ez a hang? Hallok valami hangot. Mi a picsa? Nem hallott kajakra?
Ott van Ági Vági! Vágod? Ez tényleg a vasgólövek! Vasgólövek! Nyomassátok! Megyünk! Úrsa, de rám jön, vagy kire jön? Menj Zoli, üssed! Hozzon az állatokat! Hozzon az állatokat! Nagyon jön! Hol vagyok én? Gyere, én ott vagyok! Remélem, te vagy a nyerges, legyél már te a nyerges. Nem, te vagy a nyerges, úrsa, igaz, esély is eledett. Vigyázz, Zoli, hol vagy? Mi történt vele? Lefeküdt, nem tudom, mi van. De ilyenkor mi van? Még van zene, vagy valami? Még hallom a zenét. Eltűnt. Oké, érdekes, eltűnt. Jó, mindegy. Itt az első Ági-Vági írás az nem volt túl durva, de mindjárt legalább meg vagyunk. Oké, Zoli, szerintem egyelőre alukáljunk, amit felviszem az ágyakat mindenféleképpen, úgyis nálam vannak, és akkor házat tudunk aludni, és utána pedig szerintem másra folytatjuk a következő kor. Az enyém az itt van. Nem tudom, én hoztam azért egyet neked is minden esetre, és akkor így fogunk aludni egymás hegyén hátán, mint az igazi nyaraló. Jó, és akkor itt alul, megcsinálom így, és akkor így olyan, mint hogy ilyen több izé lenne, na. Jó van, közben mit csinálok én ott? Na mindegy. Hoztál akkor obszidiánnak, tudjuk csinálni a portált? Mi? Nem hoztál obszidiánt, azt hiszem azért mentél. Nem találtam. Hát akkor mennyi keresénk közben, én elugrok akkor a vírus, az ami már eszméletlen durván közeledik. És akkor szerzek akkor még ilyen sárdokat. És megpróbálom megszerezni az legutolsó Prime-at, mert az utolsó előtt itt még nyilván van az Obsidian Prime. Amit jó sok vasgúment megölt Huggy Buggy. Egy random Ender Pearl, az jó. Huggy Buggy. Itt van megint egy, gyere egy V1! Gyere egy V1, random cucc. Ez az, dobjad a sárdokat, gyere! Megölöm nagyon jól ezeket a szarokat, gyere ki! Na mi van? Bejöttél? Nem bejött a haver. Ezeket a prime blokkokat nem lehet kiütni. Próbáld meg, nem tudom, hogy ki lehet-e. Nem lehet. Akkor nem. Jó, mindesetre van 3 sárdom, még kéne sárd. Ilyen izéket keresél, ezeket a cuccokat? Úgy találtam egyet. Úgy is van egy, igen, de vigyázz, a mobok is dobhatják, csak nem tudom, hogy hol vannak a mobok. Ott egy lávató. Na, ne szállkod. Akkor szerezz obszidiánt, és akkor jók leszünk. Nincs több prime töredék itt valahol. Most terjedt a vírus, pont de para. Hallj meg! Igen. Nagyon jó, ez meghalt, fantasztikus. Még majd kell jó pár prime töredék, mert ugye blokkokhoz kell, de akár meg lesz majd. Mindenesetre Zoli, dobd össze akkor a... hogy hívják ott? A portálunkat, és akkor meg leszünk. Na, akkor... megcsinálok pár ilyen enchantos potit szerintem. Van, nincs izénk, üvegünk. Mi a picsa? Zoli, itt van Siren Head! A faluba! Segíts már! Hol vagy? Mi a picsát csinálsz? Mi ez a portál? Mindegy! Segíts már! Gyere! Vasgólenek! De befejezem a portált! Jó, és vigyük át majd akkor gyorsan, mit szólsz? Ebben belefér úgy is! Zoli, fizd! Gyerünk! Gyújtsd meg! Gyújtsd meg, azt behozom! Ne! Kész vagyok! Jó, Siren Head! Haverom, mindegy, gyere! Gyújtani. Jó, gyújtsd meg! Gyújtsd meg akkor valahogyan! Jaj, belestem valahol! Jaj, itt szedted az üveget! Ne! Gyere Sironom! Gyere Siron! Gyere! Gyere be! Ez az! Még egy kicsit vigyázz! Gyere be! Gyere! Siron! De mi? Nem jön össze! Ejj! Meghaltam a picsába! De közel van Zoli, meg tudjuk szerintem csinálni, ha vigyesek vagyunk. Nem akarja. Ajjajjaj! Jó, oké, most esetleg. Jaj, csak meg fog halni! Jó! De rajta! Mi az, hogy átmegy rajta? Mekkora csicska féreg! Van akkor Siron, akkor üljük meg Zoli, üljük meg! Waaah! Siron! Dögölj meg! Meg lehet! Meg fog enni! Megeszik! Picsába már! Na jó, majd... Istenem! Le fogja rombolni a házunkat! Igen, ez nem jó, ütöm, azt a rohadt élet! De ne már, ne nyozítszni a házat! Siron! Azaz, fuss bele! Ejjjj, vigyázz! Ne Zoli, megemel, nem? Mi tört? Eltűnt a földbe! Oké. Jó, mindegy, a házunknak nem lesz szerencsére baja. Mindenesetre ott értem, hogy gyorsan csinálok pár enchantos potit, aztán igazából ezzel meg is leszünk. Hol van a crafting table? Mindegy, felmegyek. Jó, itt jó át. Biztos kiütötte. Amúgy valószínűleg, amúgy itt van egy enchantos crafting table. Csinálok pár rhyme-ot, amire jönnek a neve Prime. Így, né, és akkor 6 darab ilyen enchantos prime-ot benyomok. Aztán igazából még elmegyünk, megszerezzük a prime-os izét.
a Prime-os utolsó italt, és aztán megcsinálhatjuk, majd ellátogatunk egy Fortress-be. Na Zoli, szerintem lassan mehetünk a Nether-be. Neked is kell a... mi ennek a neve? Melyik az a nyalóka ízű... Mi ennek a neve annak a Prime-nak? Tudom, hogy nyalóka íz és háromszínű. Na, Ice Pop-os. Na, Ice Pop, az, na. Igen, és... Milliószor mondtam. Jó, de elfelejtem, barátom. Na mindegy, abból tudok csinálni... Mennyi töredéked van? Mert ha még van pár töredéked, akkor... akkor kettő. Oké, akkor addig is kaptam csinálni azt. Na barátom, itt van, tessék, pár ilyen. És akkor menjünk átszatom a Netherbe, keresünk Blaze-eket, hogy meg tudjuk csinálni az utolsó Prime-ot, és akkor úgy menők leszünk. Itt is vagyunk, nagyon-nagyon jó. Mi ez a zaj, nem tudom. Lovozd le magad, és ennek ugye az a neve, hogy repülő Prime. Remélem, hogy tudunk majd repülni kajak vele, szóval az nem lenne rossz. Szóval kicsit lelovozom magam. Na, ígyuk. És igen, Csázoli, én mentem, tudok repülni Survivor-be. Mi a picsa? Nagyon-nagyon menő. Én is vagyok, ez vagy... Fogalmam sincs. Nézzük meg, hogy merre van akkor egy... egy Enderman. Jó, azt öld meg, és akkor lesz egy csomó Ender Pearl-ünk legalább. Én szerintem akkor megkeresek egy Fortress-t valahol. Itt a repülő Prime segítségével. Repülök, itt is van a Fortress, meg is van. Nice, jó van. Nézzük akkor, egy darab... Blaze kéne, itt is van egy. Ha megölöm a lootingossal, ó! Oké, 32 rúd, mehetünk haza, Zoli. Ennyi volt, ez jó volt. Várjál, még amúgy... Vidőrszkeletet megölöm így, akkor azt a dob fejet? Arra mondjuk még kíváncsi vagyok. Ah, most nem tudok viszont repülni. Itt van egy. Szenet dobott csak. Ah, nagyon sokat. Nem, dobott 10 szkult is. Mennyit? Egyet? Egyet. Oké, akkor keresünk a cségből a vidőrt, azt is akarjuk egy szek alatt, nem? Itt van még egy. Oké, ez dobott skult? Igen, ez dobott skult, várjál. Igen, ez is csak egy darabot. Van még egy, ez nem tudom, dob-e. Ah, ez is dobott skult, jó. Megvagyunk. Oké, akkor let's go, akkor irány haza. Mert még izét kerestük-e, várjál. Gyorsan összefutok valahol lélekhomokért. Mondjuk így a repülés az egész nagy segítség amúgy. Ez egész erős így, amit tudunk repkedni. Megkeresek gyorsan valahol. Itt van lélekomok, ja, nem ez, de itt is van lélekomok, nice. Ez kiütök belőle hármat, hogy leszállok szerintem. Egy, kettő, négyet ki is ütök, így né, és akkor irány haza. Jó van Zoli, gyere, menjünk kicsit arrébb, aztán amúgy mennyi idő lesz szerinted megölni a vidőrt? mennyire tippelsz? Egy perc se? Várjál. Itt vagyok a szélén, majd idézem le a vidőrt. Pá, meg is van. Oké, nézzük, let's do it. Ez szerintem fél... Van még amúgy olyan Prime-t, amivel tudok repülni? Aha. Adja gyorsan. Jó. Oké, ez jó volt, meg is haltam. Ne, gyorsan repülnöm kéne amúgy. És akkor megbírjuk simán ölni. Hol a vidőr? Szerintem srácok, tippeljétek meg, mennyi idő lesz megölni a vidőrt. Hol van? Itt valahol. Jó, megkeresem. Hol van? Itt van, megvan. Oké, easy! Megölted? Igen, kettő ütés volt! Nem rossz, haverom, nem rossz, jól van! Csak úgy kíváncsiakban kipróbáltuk, viszont most már Zoli így a 100. nap környékén, aztán aludjunk egyet, és állítsuk fel a csapdát szerintem pop... Vagy a ízét csináljuk meg, tesó, hülye barom vagyok, várjál már. Hát csináljuk már meg a utolsó Prime-ot, ami kell. Van obszidiánod? Igen, van, persze. Akkor adjál már párat, és akkor ízé megcsinálom azt gyorsan. Jó, köszi, így igaz, üveg még van nálam, szóval azt össze is dobom. Ne már, a szemetet ne dobd már ide! Na. Gyorsan, akkor neked is összedobok egyet. Jó áncsákatok vannak a izéden. Itt is van a kettő darab Obsidian Prime, és akkor ígyuk is meg, és srácok, meg is kapjuk a legendás Prime kardot! Pa-pa-pa-pa! Nagyon jó, akkor alvás, aztán igazából indulat a mandula. Miért kaptam 32 inket? Na mindegy, jó van, irány aludni, és akkor így meg is leszünk szerintem. Lazán meg. De ne! Megölsz engem is, tényleg, hol vagyok majd én? Azzal kell, hogy táborúba mennünk. Magammal, tudod? Ja, tényleg. Na jó reggelt! Ús, a vírus már elég közel van minden esetre. Az a falusi amúgy mit csinál ott? Nézd már. Halászik, vagy mit csinál szerinted? Aha, azon mi ott van? Jól van, na itt az idő, srácok, hogy megcsináljunk. Van egy ilyen trap, azt hiszem. Ha
megtalálom. Zoli, hagyj ma a balikallok, szóval ez kell nekünk, ez a grass kell, bot. Zoli intézi a botot, én pedig a tall grass-t. Tall grass-t azt nagyon könnyű. Már nekem nincsen izém boltam. Mi az, hogy nincs baltad? Kajak nincs baltad már. Közben én magammal útnak indulok, így, né. Ugorjál, ez az, jó, nice. Azt akkor innen szépen a szilktáccsal amúgy ki tudjuk szedni, vagy ez nem szilktáccsos? De ez is szilktáccsos. Nem tudom kiütni rendelni, de most ki tudom. Tettünk pár füvet, srácok, aztán igazából le tudjuk majd craftolni ezeket a kamu dolgokat. Így, ez is meg is halt. Szóval ja, pár darab ilyen cucc kell. Na meg is van, ahogy látjátok, srácok, jó pár tallgrass sikerült szereznem. És akkor Zoli, hol vagy? Sikerült botot szerezni? Ide adod a botot, légy, szitvék mögötted. Az igen, az igen! Jól szeded, haverom. Hello, amúgy. Itt vagyok én és én. Ingen. Itt vagyok én és én, barátom. Ketten együtt. Jaj. Két pasi meg egy kicsi. Így igaz, két én meg egy én. Ez az én sorozatom. Csak én. Jól van. Nem kell ennyi bot, adjon már ide, nem kell ilyen sok. Nem mondtad, hogy mennyi kell. Jó, amúgy rájöttem, hogy nekem is van még fám, szóval akkor csinálok én. Ennyi elég lesz, úgyis van 264-em, jó van. És akkor néztek a srácok, tudok csinálni egy csomó ilyen grass cuccot. Még amúgy, ja, ennyi elég is lesz. És akkor gyere Zoli, menjünk a Prime közelébe, úgyis itt fog leidéződni Hagi Vagi. És akkor úgy elég... Hát csinálom neked a botot. Ja jó, kösz. Így nélközben én megyek a haverommal. És itt valahol majd csapdát is állíthatnánk amúgy, valami simább területen. Már nagyon elterjedt itt a vírus, haverom, már nagyon terjeszkedik itt az öreg haver. Mit tudom, hogy jó sok sárat ezt tudok szerezni. És amúgy szerintem itt lenne a legoptimálisabb, maradj itt én. Itt Zoli, szükségem lenne a szuper ásódra, hogyha gondolod. Na legyen mély, meg nem kell ilyen nagy amúgy, amíg kicsit még látni. Takarodj már innen! Mi a picsát képzelsz magadról, medvekoma? Na, arról van szó, végre. Jó, ez így jó lesz, még egy kicsivel lehet nagyobb, és akkor ezt srácok elkezdem ilyen kamufűvel befedni. Azért ebbe a kamufűbe, hogyha valaki rálép, akkor instant beleesik. Igaz? Igaz, drága én? Nézd, milyen nagy mosolyjal néz rám. Én. Jól van, na. Kicsi én. Tehén én, vagy nem tudom mi ez. Jó, azért segíts te is, hogy ezeket csinálni. Az igen. Hülye barom. Bevettem? Kicsi én, hol vagy? Ki elkúszáltam? Hol vagyok? Itt van Mordekáj. Mi? Mordekáj? Öld meg Mordekájt. Nem. De hol vagyok? Eltűnt, pedig azzal akartam háborúba menni. Jó, minden Zoli, a lényeg annyi, hogy most megvárjuk, hogy leszeljen az este, aztán szétkapjuk Havigivagit. Kicsi én, az ott van kicsi én, ez az, megtaláltam Zoli. Jó, leszállt az este, már bármikor jött Hagibagi, Vagi, vagy milyennek a neve. Jó, és itt van valahol a trap. Oké, okay, keresek meg Hagi Vagit. Na hallom valahol Siren Head-et is amúgy. Én nem. Nem tudom. Ó, most felvettem az összes botot. Én is adtam fel párat. De akkor... Itt van Hagi Vagi! Hagi Vagi! Gyere! Gyere barátom! Gyere, küzdjünk! Nagyon sokat sebb ez! A picsába már! Oké, okay, hol van Hagi Vagi? Gyere! Villámokat csavarod rád az éze fent! Gyerünk! Ott van! Oh, nagyon jön! Mi a picsa? Hol van? Vigyázz, menj a csapdára! Itt van valahol a csapda! Oké, okay, próbáld bevinni valahol! Igen, oké. Jó. Hagi! Hello, itt vagyok, nem lát engem? Jön, vigyázz, Zoli, vigyázz! Mi van? Miért égsz, barátom? Csak nem rossz a villám! Jaj! Oké. Valahol pedig itt a trap amúgy! Jaj, ne belessem! No! Hol van? Itt jön! Oké! Villám! Gyere Vagi, ami így is megölhetjük, így még jobb. Oké, gyerünk guys, megvírjuk ölni. Hol van? Meghalt? Nem tudom, most a sziréna hangot hallom. Hagi! Hova tűntél, Hagi? Meghalt, nem találom. De itt csak egy nagyobbot fog robbanni. Akkor meghalt? Szerinted? Megöltük a villámokkal? Szerintem meghalt. Jó, akkor jel Siren Head, ott van úgyis, gyere Zoli! Jó! De várjál, ez már tényleg kell a kicsién. Zoli! Irány! Gyerünk! Háborúba! Jaj, ne így, ülj bele is, belecsap a villám, ne villámozz, belém is csap! Jó?
Mi az Isten, az négy kézláb jár? Oké. Okay. Oké, no para. Villám! Gyerünk, Zoli, villámozosan leszálltam kicsi énről! Gyerünk! Villámok! Nem akar belecsapni a villám. Belecsapja! Jajajajaj! Oké! Okay. Gyerünk! Villámozok folyamatosan! Ostorol, Zoli, nagyon nyomod neki! Nagyon nyomtad neki! Villám! Gyerünk, azaz, nyomasd neki! Amúgy nem nagyon bírja a strapát, jók vagyunk! Oké, okay, villám! Villám, hol van? Miért nem csap belé? Eltűnt! Meghalt? Hát őt viszont tudja, hogy nem öltük meg. Őt nem, viszont az mi... Micsoda? Zoli, come here! Ezt hiszem, én nem is láttam. Vannak ilyen tornyok. Sirena. Oh, mi a picsa? Ezt nem is tudtam, hogy van ilyen. Ebben mi van amúgy? Itt egy láda is. Itt egy music meg ilyenek. Hát srácok! A Sirenet még nem sikerült megölnünk. Viszont ha szeretnétek, hogy megöljük a következő videókkal, írjátok egy kommentbe, ez a videó viszont ennyi lett volna. Írjátok, hogy milyen Prime-okat szeretitek még. Én XP voltam, Lájcsú Csengő. Na szevasztok.